Tökéletesen igazam volt, hogy mit kellett volna csinálni, és hogyan kellett volna. Sajnos ott a műsor nem úgy volt vezetve, és azt kell, hogy mondjam, hogy 1 óra 45 percig ugyanazokat a kérdéseket föltenni egymás után 4-5-ször, már az is idegesíti az embert. Az Eriksen eset után volt ez a balhé, amin én csak mosolyogni tudok, hál' Istennek, mert azóta is ragyogóan focizik az Eriksen, és ráadásul még kedvelem is a játékát. Most jött el az idő, úgy érezték, hogy menjek vissza. Hát meglátjuk. Ez egy büntetés volt? Hát az Eriksen eset után, ugye, hogy ott a... Nem. Tehát sokan nem kifogásolták, ahogy ott megnyilvánultál a stúdióban. Hát tulajdonképpen ott... Hát tökéletesen igazam volt, hogy mit kellett volna csinálni, és hogyan kellett volna. Sajnos ott a műsor nem úgy volt vezetve, és azt kell, hogy mondjam, hogy 1 óra 45 percig ugyanazokat a kérdéseket föltenni egymás után 4-5-ször, már az is idegesíti az embert. De halál egyszerű volt a forgatókönyv számomra akkor is, most is az élet bebizonyította, hogy így kellett volna eljárni. Egy percig nem idegeskedtem emiatt. Ez a Facebook világ meg olyannyira hidegen, hogy egyszerűen nem is olvasom, tehát nem is követem. Jó, de azért mi nem minden nap történik ilyen, főleg nem egy nemzetközi vagy egy világesemény. Igen, vagy de ebben, hogy már voltam futballmeccsen egy páron, és tudom a protokollt, hogy mit kell csinálni, és miért kell gyorsan és azonnal dönteni. Pontosan azért, hogy a kétségek nem maradjanak meg az emberekben. És ezt elmulasztották ott, óriási hibát követtek el. De hát mindegy, végül is szerencsésen alakult, és ez a lényeg.